Egy nagyon erős ellenfél ellen játszottunk, ugyanis a román bajnok Politechnika Temesvár ellen. Ez volt nekünk az első mérkőzésünk. Ők előrébb járnak a felkészülésbe, hisz január 8-án kezdték, és ez volt a negyedik mérkőzésük. Egy nagyon jó csapatról beszélhetünk. Látszott a pályán időközönként, hogy frissebbek, gyorsabbak, de talán ennyit nem is vártunk a milányainktól, hisz még nehezek a lábak, de a mai mérkőzésen nagyon akartak, nagyon jól is játszottak, és végül is volt pár helyzetünk, nagyon jó helyzetünk kapufánk is, és sikerült begyűjteni ezt a 3 pontot. Támadó játékról beszéltünk a legelején, ezt be is mutatták az első fél időben, mégsem eredményezett gólt. A második fél időt jobban kezdték, hosszú ideig voltak a lányokat az öltözőben, mi történt? Kicsit megbeszéltük, átformáltuk egy kicsit a csapatot, de azt kell, hogy mondjam, hogy az első fél időben ugye masszívan védekezett a román csapat, ők a bajnokságban is nagyon kevés gólt kaptak, és 2-3 védő játékosuk a román válogatott tagja, úgyhogy nehéz volt ellenük játszani. A második fél időben egy kicsit felfrissítettük a csapatot, és jöttek a helyzetek sorra, amiből sikerült egy gólt lőnünk, és hát ez a mi játékunk, a letámadás és a minél több gólt próbálunk lőni a mérkőzéseken. Akkor a következő játékot sokan maga biztosabban várják majd a játékosok, gondolom, ez a győzelem után. Hát igen, ugye most van 3 mérkőzésünk, amit idegenbe fogunk játszani, mind a 3-at Magyarországon, Szegeden, Budapesten az MTK és a Budaes ellen, valamint Szegeden az első osztályú Szent Mihály ellen. Ezek is jó felmérő mérkőzések lesznek, hisz erős csapatok ellen játszunk, olyan csapatokat is válogattunk, és bízok benne, hogy jönnek majd az eredmények.